Ez kellett, ez a részsiker a csapatnak mindenképpen, és hát nekünk is. Egyszerűen jól éreztük magunkat az autóban, nagyon jó lett az itiner, ismét kiderült, hogy jót csináltunk Ámival, az autó bírt a kifogástalan, tényleg egyszerűen olyan részeken ugrunk át vele, amit fel sem fog már az emberi, hogy olyan rossz kövekre ugrunk rá, hogy tényleg egy mini Akropolis Rallynak is betudhatjuk ezt a versenyt. Nekünk szerencsénk is volt, most talán az utolsó gyorsági volt, egy picit kóros, ott az első autót kivéve mindenki merő porba ment, egyszerűen olyan szinten állt meg a kor a szűk részeken, hogy ott, ahol előző körben ötödik sebességi fokozatban mentünk, itt is negyedik, harmadikra kellett, egyszerűen nem láttunk, aztán kitisztult megint egy nyitottabb részen, de a szűk az rosszabb volt. Itt vagyunk a célban, ez egy hosszú verseny még, a holnapi nap egy kicsit ellentétben a más Veszprém rallikkal, általában még a második nap volt a rövidebb, most ez fordítva, a holnapi nap lesz a hosszabb nap, talán nem lesznek ennyire gyilkosak a pályák, de azért még el lehet csúszni, úgyhogy ez, erre sajnos ráülni nem lehet, úgyhogy sietnünk kell, mert nyakunkon vannak. Az előző versenyen úgy éreztük Kálmival belülről, hogy megvan a tempó, jó a tempó, egy pici banánhelyon csúsztunk el, én úgy gondolom, hogy az eredmény most egy picit kárpótolt minket, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. A végére okoztunk egy kis izgalmat magunknak, az utolsó gyorságit kb. 3 kilométerét defekteltettük meg, úgyhogy ott egy picit azért feszültünk belülről, de valamiért éreztem belül, hogy meg lesz. Thank you.
Ebben az évben Veszprémben a leggyorsabbnak Herzig Norbert és Benics Kálmánt is bőltem a Skoda Fabia szupergépedressel. Woo!